ez az udvarlás, ez a férfiaknak, ez nem egy, ez nem arról szól, hogy hozd önmagad. Mert ha önmagát hozza egy férfi, akkor azt mondja, hogy de nagyon szeretnélek megszni. Milyen vagy, amikor szerelmes vagy? Hát, mint szerintem mindenki, a faltól falig járkálok, akkor hol lehet most. Akkor is elmész a sarokig? Igen. Hol lehet most, miért nincs itt, miért nem hív, fölhívom, miért nem veszi fel a telefont, nyilvánvalóan már tudja éppen. Nem lehet soha más, többé nem fogom látni. Más. Persze. Tehát akkor ez a tiszta téboly, és akkor az ember addig hergeli magát, amíg aztán szétdestruálja a kapcsolatát. Igen, erre azért én sok példát szolgáltattam. Annyira szélsőséges vagy amúgy is, meg tényleg annyira hajlamos vagy arra, hogy csak a két vége legyen mindennek, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez milyen, amikor még az a szerelmi téboly is, ami nyilván mindenkinek van, meg mindenkin átment rajta, még ez a kettő így összetalálkozik. Ez mennyire lehet nyomasztó? Az nyomasztó, nem? A szerelem az nyomasztó. Hát az ember elveszíti a kontrollt önmaga fölött. Nyilván, de hogy ráadásul azért neked ez a habitusod még pluszban. Igen. De tudod... Szóval nem vagy egy otthon csöndben örlődő típus, aki aztán, vagy nem tudom, nem elképzelni, aki nem kérdezi meg, hogy miért késett a szerelme 3 órát. Ja, igen, de azért az... Nem akarja szóba hozni, mert inkább ezzel el van így magában. Nekem rossz volt a szeretet mintám, amit kaptam, és ezért én nagyon destruktív voltam a párkapcsolataimban, de most már azért egy olyan 6 éve járok pszichoterápiába, és dolgozom ezen, és dolgozom magamon, és mostanra azt gondolom, hogy sokkal jobban működöm párkapcsolatban, és sokkal együttműködőbb vagyok, és sokkal kevésbé generálom a konfliktust, sokkal kevésbé keresem a veszekedés lehetőségét. Te kerested? Igen, módszeresen. Igen, kerestem a veszekedés lehetőségét, mert ezt a szeretet nyelvet tanultam otthon. Igen. Akkor sajnos. Ahhoz, hogy valaki hosszú ideig benne maradjon ilyen kapcsolatban, nagyon kellett szeretni téged. Igen, de így se sikerült. Tehát a hosszú ideig az a 3 év volt a legtöbb. Azért az nagyon sok így. Igen. Az is sok így. Igen, mellettem igen. Mikor a tervezett, hogy családot alapítsál? Most, hogy már egyébként így az elmúlt 6 évben sokat fejlődtél, és a párkapcsolatok jobban működnek. Folyamatban van. Igen. Komolyan? Igen. Akkor azért beszélsz ennyit a gyerekekről, igen, meg igen, a, mert igen, hogy ez igen. Most neked így fontos. Igen. Tehát most éppen ebben. Igen, ebben igen, 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 igen. Igen, folyamatban van. Olyan kíváncsi vagyok, hogy milyen lehetsz otthon, amikor így elkap valami vita, hogy akkor ugyanilyen vagy, és akkor az igen. Otthon békességében te így kitörsz, és elmondod, és 35 percig elmondod, hogy te mit gondolsz, miközben a másik hallgatja ugyanilyen vehemenciával, meg ugyanilyen súggal. Igen, ugyanígy. Persze. De hogy valójában ez nem az erőszak jele. Ja, nem. Hanem csak az exaltáltság. Meg az a, szóval én valahogy így fejezem ki magam. Tehát, hogy ez egy... Igen, ez egy attitűd. Igen, egy attitűd. Hogy udvarolsz? Hogy udvaroltál, amíg ez aktuális volt? Nagyon aranyos lesz a kis Puzsér. Pláne, hogyha fiú lesz, úristen, egy ilyen minimit elképzelek belőled, hogy az óvodában. Igyekszem majd nem átadni neki azt, amit kaptam. Szóval, hogy udvaroltál? Ja, hát... Hogy hívszál valakit, vagy hogy hívtad el őt randira, nagyon vagy mi nehéz, az a program, amit vagy nem tudom. Nagyon nehéz ügy, mert az ember, amikor udvarol egy csajnak, akkor az két hiba van, tehát két rossz út van. Az egyik az, amikor az illető nő azt látja, hogy én így a lábai elé omlok, és gyakorlatilag egy rongyot lát, aki nem egy, tehát nem egy férfi, aki támaszkodni vagy lehet, vagy nem, tehát én már mindent megpróbáltam, tehát én mindent. A másik az, hogy így akkor ennek az ellentéte, és akkor megy ez a lekezelés. Ami meg megint ilyen flagma, és ez a teljes lekezelés, ez a
És valójában egyik sem működik, hanem valójában ebből a kettőből kell gyártani egy ilyen kétfenekű dobozt, ami hát tulajdonképpen egy hazugság. Mert senki nem érzi azt, amikor ezt akartam mondani, de hogy ez nem tud igazi lenni. De ugye nem igazi. De ugye ez az udvarlás, ez a férfiaknak, ez nem arról szól, hogy hozd önmagad. Mert ha önmagát hozza egy férfi, akkor azt mondja, hogy de nagyon szeretnélek meg... Ezután nem lehet... Azután lesz... Ha azt mondom, hogy figyelj, mit iszol? Nem tudom, én tök jól el vagyok, de hogyha van kedved, akkor esetleg... Érted? Tehát nyilvánvalóan nem ezt érzi egy férfi, hogyha szeretné egy nővel összejönni. Hogy hát figyelj, igazából nem tudom, ha van időd, akkor esetleg ígyunk meg, van kedved. Érted? Mi is mit olvastam utoljára? Ja, tehát hogy ez az egész, tehát az igazság az, hogyha egy férfi kinyilvánítja a saját érzéseit, abból zsákolás nem lesz. Tehát nem lesz. Hú, de az érzései ezek nem csak a zsákolásra irányulnak, hagyjál. Dehogy is nem. Igen. Persze. Ezt most kell megcsinálni. Hát, randizik egy férfi, randizik egy nővel. Jó, igen, nyilván, de hogy azért ott de hogy bármi másról lehetne beszélni. De ott van egy csomó minden más is, de nincsen, mert hogyha az ember egy olyan nővel találkozik, akitől tényleg akar valamit, akkor az így kitakarja elől így mindent mást. Olyan, mint amikor a nap följön és eltűnnek a csillagok. De akkor te hogy látod, hogy egyébként a maradék 35 év az fog-e menni azon a nem tudom hány percen kívül, ami az ember nem. Tehát a sok zsákolásból egyszer csak majd kiszűrődik, hogy ki az, akivel élni is tudsz, de hogy minden zsákolásnak indul. Férfiak az első szexuális aktus után döntenek arról, hogy akarnak-e párkapcsolatot. A nők előtte. Igen, a nő az első szexuális aktus előtt dönti el, hogy akar-e párkapcsolatot, és hát akar, hiszen sor kerül az első szexuális aktusra. Igen. A férfi, amikor erre az aktusra sor kerül, még fogalma nincsen, hogy mit akar. De hogyha... Neki egyszerűen az az igazság, hogy a libidója kitakarja a perspektívákat. És amikor sikerült elélvezni, és távozik a libidó, akkor veszi észre azt, hogy na ki ez a nő itt mellettem. Így oda néz, és akkor dől el, hogy így, úristen, ki ez a nő itt mellettem, hogy kerülök én ide, és akkor persze megy a menekülés, vagy persze akkor az ember még így próbál pizzává változni, de nem sikerül. A másik, ami történni tud, hogy jó, hát akkor aludjunk egyet, aztán meg nem tudom én, rendeljünk, aztán nézzünk filmet, vagy dumáljunk, de hogy ez az első aktus előtt, ezt még az ember nem tudja, mert az ott még a szex az, ami a homloktérben, egy férfinak a homlokterében van az első aktus előtt. Én olyan kis naív vagyok, hogy nem tudom, azt gondoltam, hogy valahogy így el fogod mondani, hogy egyébként mennyire fontos, hogy milyen szexuálisan, milyen izgató, hogyha az intellektusa valakinek, de hogy valójában ez nem a zsákolásról szól, hanem azokról az órákon keresztül tartó, építő, fantasztikus vitákról, aminek a végén egyszer csak mégiscsak zsákolás történik, de akkor nem ez van. Nem, valahogy nem, így képzeltem nem, 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 soha nem ez történik, de nem, velem se ez történik, nem, ez a férfiakkal általában nem ez történik. Tehát, hogy valójában tudod, egy nő az nem egy olyan prózai lény, mint egy férfi, ő egy ilyen éteri lény. Egy ilyen éteri lény, akinek a szépsége, meg akinek a kisugárzása, meg a nőisége, meg az angyalisága, az így beragyogja a teret. És az igazság az, hogy addig, ameddig a férfi azt a nőt nem integrálja, igen, ilyen finoman fogalmazza, addig ez a fény, ami kisugárzik egy nőből, az elvakítja őt. Erre mondják, hogy a szerelem vak. Nem lát semmi mást, és De akkor ezt tök jó, hogy mondod, mert akkor a nőknek csak az első zsákolásra kéne figyelni abból a szempontból, hogy majd a pasi mit akar tőlük, hogy az jól sikerüljön, mert utána tudják egyébként megmutatni azt, amire ők előtte gondoltak. Igen, de valójában nem a szexen múlik. Tehát nem azon múlik, hogy jó volt-e a szex, vagy rossz. Simán lehetett jó a szex, és utána a férfi, miután levezette ezt az energiát, mégsem érti, hogy ki ez a nő itt mellette. És simán lehet, hogy nem volt jó a szex, és a férfi azután, hogy ez történt, azt érzi, hogy úristen, most akkor majd biztos nem akar velem még egyszer, mert hogy nem volt elég jó, stb. Tehát hogy ez nem ezen múlik, nem a szexuális aktus minőségén múlik, hanem ez... Csak annak meg kell történni. Ha az megtörtént, a férfi már megengedheti magának, hogy bármi másra is figyeljen. Tehát, hogy egyszerűen valahogy az a varázslat, az szépen lecsihad. De hogy ez jó, tehát hogy ez helyes, mert innentől kezdve tud elkezdeni a férfi a saját szemével látni. Addig nem a saját szemével lát téged,
hanem igazából igazából benne van egy csomó elfojtott gyöngétség. És ez a rengeteg elfojtott gyöngétség, mert a férfiak azért nagyrészt elfojtják a gyöngétséget, ez a rengeteg elfojtott gyöngétség, ez fel akar szakadni, fel akar szabadulni. De persze ezt nem lehet kiereszteni, mert ha egy férfi kiereszti ezt a rengeteg elfojtott gyöngétséget, akkor nem fog tudni olyan férfiként jelen lenni, akire támaszkodni lehet, meg akire fel lehet nézni, hanem akkor egy ilyen kvázi rongyá válik. Tehát, hogy ezt így folyamatosan vissza kell folytani. És ez az a rengeteg gyöngétség, amit a férfi ebben az első szexuális aktusban levezet, kiad, kiáraszt. És amikor ez kiáradt, akkor ez már nem függőzi el előle a valóságot, a másik embernek a személyét, és már nem csak a csodálatos nőt látja benne, hanem látja azt a valakit, aki hát alkalmas-e neki, vagy sem, ezt már most kell eldöntenie elélvezés után. Nyilván elég fontos az önismeret, de hogy te ezeket már tudod magadról, meg nyilván rengeteget, mondom, egész nap analizálod magad. Jobbára. Igen. Jó, igen. Hogy te tudod, hogy akkor az elfojtott gyengétség az milyen energiákat tud benned generálni, amikor ezeket már a szabadjára engeded, és amikor ezek már működnek egy kapcsolatban, akkor ilyen becéző vagy, aki vagy hogy vagy gyengéd, mert az is nagyon sokféle lehet. Hát a regresszió gyerekkorba. Tehát, hogy ez igen, ez a regresszió, ez a igen, attól tartok, hogy ilyen gyermekiesen, igen, azt hiszem, igen. Mondjuk az az érdekes, hogy... Mindig van benned valami gyermeki, tényleg, mert mindig van benned valami nagyon kisfiús, ahogy ilyen egészen váratlanul tudsz zavarba jönni, vagy így lenézni, vagy ilyen nagyon kisfiúsan elmosolyodni. Tehát attól függetlenül egyébként, amilyen erővel, meg ahogy mondod, meg néha még akár agressziónak is tűnik, pedig valószínűleg nem az, meg nem az. De mondom, úgy tűnhet, mert hogy nagyon erőteljes, és nem biztos, hogy mindenki tudja hova tenni ezt az erőteljes kifejezést. Igen, csak a posztmodern... Tudom, miről beszélsz, mert ez a posztmodern probléma, ami meg ahogyan... De közben van benned egy ilyen, ahogy így lenézel, vagy így elmosolyodsz, vagy ahogy így ilyen fura dolgokon elneveted magad, meg, de úgy teljesen máshogy. Hogy én azt képzeltem, ilyennek képzeltem, hogy otthon ilyen kis fiús vagy tudsz lenni. Érdemes arra figyelni, amit mondok, mert az ahogy, az nagyon sokszor fontosabb vagy fontosabbnak tűnik, vagy túlüti ezt, hogy valójában... Igen, felülírja. Igen, de hogy valójában ez az ahogyan én kifejezem magam, ez igazán nem számít. Az igazán az számít, amit mondok. Az ahogyan beszélek, ez csak rólam szól. Amit mondok, az szinte soha nem rólam szól, mindig valami fontosabb, igen, érvényesebb tárgyról. Azt gondolom, hogy a világ ezerszer fontosabb, mint a puzsér habitusa. Ha valaki nem kedvel engem, vagy elutasítja a személyemet, az utasítsa el azért, mert az elutasítja azt, amit mondok. De ne a habitusomért, mert hogy ez valójában sokkal inkább szól az én gyerekkoromról, sokkal inkább szól arról, hogy a szüleim mikor és hogyan váltak el, én hogyan maradtam ott anyámmal, stb. Én általában a gyerekek az apjuktól kapják a feltételekhez kötött szeretetet, az anyjuktól meg a feltétel nélküli szeretetet. És mind a kettő nagyon fontos. Tehát mind a kettő nagyon fontos. És fontos, hogy mindkettőt megkapják, és mindkettőt elsajátítsák. Most én egy olyan nagyon furcsa helyzetben vagyok, hogy én nekem az apám volt az anyám, és az anyám volt az apám. Tehát az apámtól kaptam a feltétel nélküli szeretetet, az anyámtól kaptam a feltételekhez kötött szeretetet. Vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy az apámmal volt ilyen nagyon gyöngéd, bújós, szeretetteljes kapcsolatom, az anyámmal meg ez a megfelelési és meg nem felelési kényszerekkel terhelt kapcsolatom. És ezért én azt hiszem, hogy sokkal inkább leszek képes apaként egy feltétel nélküli, mert hogy én ezt a mintát kaptam apámtól, egy ilyen feltétel nélküli szeretetre. És erre is készülök. Tehát én nem... De készülsz? Igen. De erre készülök. Tehát arra készülök, hogy a
én összesen annyit várok el a gyerektől, hogy egészséges legyen, és jó kedvű, és ennyi. Tehát, hogy semmit. Tényleg nem akarok semmit. Tehát, hogy így annyira meglettem terhelve elvárásokkal, olyan mértékben, hogy én megkaptam. Igen, ez egy anyai igen. hozzá, tehát az, igen, igen, az anya szereti. Igen, megkaptam az antitézisét ennek. Tehát, hogy én vagy az ellenszérumot, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy én annyit akarok a gyerektől, hogy a gyerek az, nem is akarom olyan iskolába iratni, ahol ilyen nagyok az elvárások, meg nagyon leterhelik meg. Tehát én amikor meghallottam a Hétnek a zenéjét, de ha ma is meghallom a Hétnek. Te már iskolába járatod a gyereket. Igen, fejben. Ha meghallom a Hétnek a zenéjét, akkor én bennem így a szorongás, az így összerántja a rekeszizmomat azonnal. Mert hogy ugye a hét az a vasárnap este ment igen. mindig, és akkor a Hétnek a zenéje az előhozza azt, hogy így, Úristen, holnap dolgozat, még nem írtam meg a házi feladatot, még abból miből kéne felkészülni, stb. És az egész, hogy igazából egy ilyen posztraumás stressz szindróma, jó, biztos, hogy nem úgy, mint egy háborús veteránnál, de hogy mégiscsak visszamarad bennem egy ilyen szorongás az iskolával kapcsolatban. Meg amikor anyámék hazajöttek a szaktanári fogadóóráról, vagy a szülői értekezletről, akkor soha nem tudtam, hogy most mi jön. Hogy most, és mindig a két szélső érték, tudod? Vagy az jött haza, hogy hát a zseni, hát a kis zseni, hát amiket mondtak, hát az a csoda, vagy pedig hazajött a földi pokol. Tehát hazajött a tomboló, őrjöngő balhé, de olyan, hogy és akkor ezt persze soha nem lehetett tudni. És én meg azt szeretném, hogy a gyereknek ilyen stresszei ne legyenek. Kicsit mesélj nekem arról, hogy milyen az a nő, akivel szépen békésen tudsz élni. Hát türelmes. Türelmes. Meg, ez az a mosoly. Ez. Meg nyilván szeret engem, meg akceptálja a dolgaimat, meg az attitűdváltozásaimat, meg a... De milyen ő is, ami nem rólad szól, hogy ő milyen? Mert ezek a... Igen. Hogy ő milyen? Uh-huh. Hát partner. Partner szellemileg, partner lelkileg és testileg, és nem pusztán egy, tehát én nekem nem egy olyan nőre van szükségem, akit én egy ékszerként viselek. Tehát egy ilyen gyémánt bros, amit ide tűzök, vagy nem tudom. Tehát én nekem egy olyan nőre van szükségem, aki társ és partner, és a barátom, és ugyanakkor meg a szellemi társam, és akivel egy csomó mindent meg tudok osztani, és akinek a véleményét ki tudom kérni, és akinek adok a véleményére, és tehát, hogy én egy partnert keresek elsőrendűen. És találtam. Igen, azt gondolom, igen. A forgatás helyszínét a Budapest Barbershop biztosította. Ha tetszett ez a videó, és szeretnétek még több ilyet látni, akkor lájkoljátok, ha van bármilyen mondani valótok, akkor kommenteljetek, és ami a legfontosabb, iratkozzatok fel!